Tiszteleteli szeretettel köszöntöm a Pont Televízió nézőit és a Pont Rádió hallgatóit. Itt van a Tabuk nélkül című műsor, most már egy új szériával, talán valóban minden héten új műsorral tudunk jelentkezni, elmúlt a nyári szünetünk, és kedves nézőim, engedjék meg, hogy nagyon kedves vendégemet bemutassam önöknek, és egy kicsit indiszponált vagyok, hiszen erre a riportra nagyon-nagyon régóta készülök, mondhatom az is, hogy több esztendeje. Mai vendégünk nem más, mint Máté Árpád polgármester úr, Árkos testvér településünk polgármestere. Kedves Árpi, kedves polgármester úr, nagy szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel üdvözöllek. Én is tisztelettel köszöntöm a tévénézőket és a rádióhallgatókat, és tisztelettel köszöntelek Kálmán téged a műsorban, és köszönöm a meghívást. Akkor ezen túlestünk, én is megpróbálok majd a gombóccal a torkomban majd megküzdeni, úgyhogy valahogyan csak valami beszélgetésformát összepróbálunk hozni egymással. Kedves nézőimet, ne tévessze meg ez a marconai zord külső, mert el kell, hogy mondjam, az egyik legérzékenyebb lelkű emberrel állunk szemben egyébként most, de most valahogy így sikerült ez a mai reggel, úgyhogy így kell, hogy egy nagyon rendes emberrel fogunk ma beszélgetni. Árpi, szeretném, hogyha bemutatkoznám a kedves nézőinknek, hallgatóinknak, ugyanis én ismerlek, tehát én ugye hagyd ne mondjak el, amit tudok rólad, úgyhogy én inkább azt szeretném, hogyha te mutatkoznál be. Kit tisztelhetünk Máté Árpád polgármesterben? Igen, hát mivel, hogy az önkormányzati tevékenység kapcsán kerültünk először ismerettségbe, és ez a műsor is úgy születik meg, hogy annak kapcsán vagyok jelen, hogy egy önkormányzati küldöttség vezetőjeként tartózkodom jelenleg és mezőtúron, akkor megfordítanám, és egy életpályámat a jelennel kezdeni, és utána mennék vissza. Tehát, ez ma a trendi, tudod, ez európai önéletrajz, úgyhogy gratulálok Árpád, akkor menjünk nem vissza. Nem ismertem annyira, de ha így van, akkor azt jelenti, hogy én is a trendnek a lépéseit felvettem, az ütemeit. Még fiatal vagy, még megteheted. Így köszönöm. Igen, hát akkor kezdjük azzal, hogy 50 éves önkormányzati vezető vközség, aki Árkos község polgármestereként 13 éve teszem a dolgomat, többé-kevésbé gondolom én sikerrel. 1967-ben születtem Sepsiszentgyörgyön. Vámjogász vagyok végzettségemet tekintve. Nős vagyok, egy 23 éves gyermek édesapja. Ez tömören, ez lennék én. Hát ez azért eléggé zsúmásan intézted ezt a dolgot, Árpád, de valami ilyesmit vártam egyébként. Árpi, én viszont szeretnék még egy-két dolgot megkérdezni. Természetesen ugye az iskoláit meg ilyenek, ezekkel nem kell nekünk foglalkozni, mert ez hiszen annyira másodlagos, meg ez végül is tényleg egy beszélgetés, és nem egy önéletrajz. Én egy-két olyan érdekességet szeretnék felvillantani az életedből, amiről egyrészt biztos, hogy szívesen beszélsz, másrészt meg nem szívesen beszélsz, de mivel hogy egy Tabuk nélkül című műsorban ülsz itt velem szemben, így aztán azt is meg kell, hogy kérdezzem, bár hidd el, hogy nem túl szívesen teszem, de muszáj, mert érdekes. Legelőször is kérlek, hát látszik az alkatodon is, de szeretném, hogyha a kapcsolatodat a sporttal, egy nagyon érdekes sporttal elmondanád nekünk, és hogy mit jelent ez életérzésben, mert ez nem csak sport, hanem egy, úgy érzem, ez élethez viszonyulás is. Igen, az aikidónak vagyok most már egydanos tanulója, és megpróbálom a béke útját járni, és jól érezted, valóban az életfilozófiám, az életformám is az aikidó a béke útját jelzi, az alapján ennek a filozófiáját követi, és valóban megvan ennek a mozgás dinamikai jelentősége a heti 2-3 edzés alkalmával egyértelműen nem csak a szellemet, hanem a testet is csiszoljuk. Érdekes, mert ahogyha valaki eredeti harcművészetekről beszél és abban gondolkozik, többnyire nem az aikidó jut eszébe első gondolatra, hanem a látványosabb, a versenysportokat is népszerűsítő algai a keleti oszmészeteknek, gondolok itt taekwondóra, gondolok itt kyokushin, vagy shotokai karatéra. És könnyebben, hogy úgy mondjam, könnyebben toboroznak tagokat, könnyebben lehet népszerűsíteni pontosan a versenyek okán. Hát ez egy érdekes dolog a verseny maga, mert az aikido kizárja habitusánál fogva a versenynek még a lehetőségét is. Ugyanis nálunk habár harcművétel, nincsenek ütések, nincsenek rugások, nincsenek randítások.
hanem egyszerűen az ellenfél támadási energiáját próbáljuk visszafordítani, elterelni, magyarán jobb belátásra bírni a támadót, eltéríteni az eredeti agresszív gondolatától. Köznapi fordulatokra fordítva, egy vitát le lehet úgy rendezni, hogy nem szökünk azonnal a partner nyakának, és nem próbáljuk hangerővel legyőzni, ha már érveinkkel nem sikerül, hanem hagyjuk, hogy fejezze ki, vagy fejezze be a gondolatát, próbálja megfogalmazni az érveit, a hozzáállását, a mentalitásának a vetületét, és akkor megtaláljuk azt a kapaszkodót, azokat a pontokat benne, amelyik segítségével vagy megpróbáljuk eltéríteni a véleményétől, vagy pedig megpróbáljuk a miénket, nem azt mondjuk, hogy ráerőltetni, csak elfogadtatni vele. Hát te, Árpi, én látod, nagyon régóta tudom, hogy ezt a nevezzük sportnak, de azt hiszem, hogy ennél több, hiszen éppen te is erről beszéltél, hogy ez egy életszemlélet, életforma. Hogy életemben nem jutott eszembe, hogy ezt milyen áthallás lehet a hétköznapi élettel. És mennyire, szóval megdöbentettél most, mert ez valóban így igaz, hogy mi az csodának kell egymás torkát átharapni, amikor meg lehet ezt békésen is tenni. És ez, hát ez nagyon érdekes volt. Árpi, mióta művelet, hiszen mondtad, hogy most már egydanos fekete öves mester vagy, és ugye a kézfogásodból, meg az egyéb ilyen, hát hogy mondjam, csak a keménységet, mert azt ugye tudom, hogy tényleg ez sport, és mióta űzöd ezt, és mi okozta ezt a, vagy mikor döbbentél rá, hogy ez a te sportod, ez a, ide neked el kell menni. Mert ez nem úgy jön egyik pillanatról a másikra, mert ez nem olyan, mint a birkózás, meg az ökölvívás, vagy a, mondhatnám, a kajakozást, vagy bármi, vagy a futball. Ez tényleg egy teljes habitusváltást követel. Már fiatal, gyenge fiatal koromtól kacérkodtam a harcművészetekkel, és nem csak, hanem a keleti filozófiák szinte mindenikét megpróbáltam, ha nem megérteni, akkor legalább valamilyen szinten azonosulni velük. És ehhez szervesen kötődött a kultúra, az illető nép, mert a japánról beszélünk, az illető nép nyelve, azzal is megpróbálkoztam, tehát elsőfogú japán nyelvvizsgát tettem. Megpróbáltam az ikeban a virágrendezés művészetét is belekóstolni valamilyen szinten, és természetesen nem hagyhatom ki a buddhista filozófiát, amelyiket 1981-től többé-kevésbé sikerrel próbáltam meg magamével tenni. Most, kedves nézőink, ez az, amit én kerülni szoktam, mert az embernek a hite az mindig a legbensőbb magánügy, és én ezt nem szívesen kérdezem. Talán a műsoraimat, akik figyelik, azok tudják, hogy ezt a legritkább esetben teszem meg. Most mégis meg kell, hogy kérdezzem, Árpád, és ez az, ami kényelmetlen, de legalábbis nekem kellemetlen, de azt mondtad, hogy életfilozófia, és nem vallás, és nem hit. Mi a különbség itt ezekben a fogalmakban? Pontosan az emberközpontosság, hogyha már így rákérdeztél. A buddhista vallásban láttam, illetve véltem felfedezni a zen ágában, amelyik a meditáció és az elgondolkozás ösvényen próbálja felfedezni azokat a dolgokat, amik gyakorlatilag minden valláson belül, de az élet bármelyik terén keresnek emberek. Mitől a buddhizmus? Azt mondtam, hogy emberközpontosak. Az első dolog, amit nagyon nehezen próbálnak, nagyon nehezen engednek el az emberek maguktól, hogy felelősek a tetteikért. Mert sokkal könnyebb, hogyha azt mondom, hogy gyakorlatilag nem én felelek azért, mert van egy fölöttem álló bármilyen erő, aki gyakorlatilag irányítja a lépéseimet, akitől félni kell, horribile dictum, mert nekem ez a bajom a legtöbb vallással, mint olyan, hogy nem szeretetre, hanem félelemmel próbál tanítani. Tehát azt is mondja nagyon sok protestáns vallás is, hogy Isten, vagy nem csak keresztény vallás, hogy Isten félő. Miért Isten félő? Sőt, az iszlám szintén. Igen, hát több van. Most ami közöttünk van, egyelőre még szerencsére jelentősebb számban keresztények vannak. Igen. És azért próbáltam erre reflektálni, hogy én már helyből megijedek attól, amikor egy gyermeket úgy próbálnak úgymond vallási nevelésre, hogy félni kell az Istent. Miért nem szeretni kell? Hát mi történne? Ha már azt mondjuk, hogy van egy akármilyen felsőbb erő.
hát akkor tessék szeretni. Hát ha már létezik, szerintem ő is szeret minket, azt mondják, hogy ő szeret, akkor meg ne féljünk tőle. Ez egy ilyen alap dolog, de hát lehet sok más, mert kevés olyan vallási ágazatot ismerek. Hát most történetesen éppen a Helmut von Glasenapp öt világvallására gondolok, amelyik annak idején, nem mondom, hogy a Bibliám, de egy olyan könyv volt, amelyeket szívesen tartottam a párnámhoz közel. Na és akkor abban a komparatív összehasonlító módon el lehet rajta rágódni, hogy mi is az, ami ember közelibb. Hát a buddhista vallás az, amelyik nem terjedt erőszakkal, legalábbis nincs tudomásom róla. Az összes többi nem tudom, meg tudja elmondani magáról, hogy csak békés eszközökkel terjeszkedett, vagy terjedt. Kedves Árpád, azt szeretném megkérdezni, visszatérve most már lassan, hát a közelmúltra, mert hiszen említetted volt, hogy 13 esztendeje, ami egy nem én nekem ez egy babonás számot, a 13-os, meg különös, hogy a péntekhez kapcsolódik, de ez most nem erről szól. Árpi 13 éve vagy polgármester. Ha jól emlékszem és visszaszámolom, akkor 2004-es választásokon sikerült, de előtte történt a mi testvértelepülésünk, ami akkor egy nagy hármas egész volt, előtte történt egy esemény. Kérlek szépen, idézzük fel ezt az időszakot, ezt a 2004 közvetlen előtti időszakot, mert Árkos akkor úgy döntött, hogy ebből a hármasból ki akar válni. Én a Seprőszentgyhez közel fekvő Árkos, Kőröspatak és Kálnok 1968-tól a megyésítéstől egy nagyobb községbe lett összeolvasztva, amelyiknek a központja Sepsi-Kőröspatak lett. Így az a bizonyos nagyobb nagyközség három faluból állott, és 2003-ban döntött úgy Árkos község a lakossága, mert végül is lakossági kezdeményezésre történt a különvállás, hogy megpróbálja közigazgatásilag önálló úton folytatni, vagyis visszarendeződni az 1968-as felállásban, vagyis községközpont, önálló község Árkos községközponttal. És akkor egy népszavazást rendeztek meg a három faluban, mert hogy jogilag ez így van rendjén, így törvényes, és ebből kiderült, hogy a nagy többség szeretné az önállósulást visszanyerni, Árkos és önálló község státusát, és 2004. januárjában megszületett a törvény is, 15-ös számú törvény, amelyikkel Árkos visszanyerte önálló jogi státusát. És akkor a 2004-es helyhatósági választásokon akkor még függetlenként indultam, és sikerült polgármesteri mandátumot szereznem 4 évre. A vámhivatalnál egy közhivatalnoki állásomat függesztettem fel, ami a mai napig is jogilag felfüggesztett státusban működik, tehát én vám ellenőrként az országos közhivatalnoki testület tagja vagyok felfüggesztett státusban. Igen, hát ez nálunk is hasonlóféleképpen működik, hiszen ez egy választott megtisztelő megbízás, de végül is nincs rá garancia, hogy ez életet hosszáig tartson, tehát innentől kezdve egy ilyen, nevezzük egy ilyen visszavonulási lehetőségnek, mert hiszen egy biztos egzisztenciát hagytál ott azért, mert a köznek a bizalmát elnyerted, ezért természetes, hogy ha esetleg akkor a visszamenő útat is biztosítani lehessen. Nálunk is ugyanúgy működik ez, tehát ebben úgy érzem, hogy semmi kivetnivaló van. Árpád, akkor mikor 2004-ben ezt elkezdted, milyen tervekkel, milyen ambíciókkal fogtál ehhez hozzá? Hiszen visszaszámolunk 13-at, hát sutyó 37 éves voltál. Hát ez azért nem sutyó, mert már egy kicsit idősebb kornak és érett kornak számít, de mik voltak az elképzeléseid, mit szeretél volna tenni a községben? És persze a következő kérdésem az, hogy mit sikerült ebből megvalósítani. Eddig? Ja, igen. A községközpont, ahogy az előző említettem, Kőröspatakon volt. Oda központosítottak a pénzek is, a pénzalapok. Oda központosítottak például a fogyasztási szövetkezet székhelye, és oda központosítottak a kulturális élet. És sorolhatnám, azt egyébként akkor, abban a felállásban természetes volt mindenütt, hogy amelyik a községközpont a fejlődésnek jóval több lehetőségét tudja magáénak.
Na most ahhoz képest nálunk egy, hogyan mondjam, egy lerubbant fogyasztási szövetkezeti székhely volt, infrastruktúra gyakorlatilag 1 kilométer aszfaltból állt, amit akkor kutyafuttában 2004 első felében sikerült kijavítani. Hát nem, akkor egy aszfalt érdeket húztak 1,1 kilométer hosszan. Uh-huh. Ez egész a főtérig akkor megtörtént, ugye? Igen. Jól emlékszem? Igen. Uh-huh. Árkos, ami azelőtt úgy közművelődési, mint sportéletterén nagyon-nagyon előállt a önkormányzati egységek sorában, gyakorlatilag minden meghalt. Tehát az önkéntes tűzoltó csapatunk 1878-ban alakult, a háromszéki falvak közül az első 5-ben benne volt, amelyikben önkéntes tűzoltó egyesület működött. Híres volt a fúvós zenekaráról, a helyi mester által készített hangszerekből álló vonós zenekaráról, és természetesen a közművelődés más ágairól is, egyházi, civil énekkarok, dalárdák, színházi műsorok, tehát ilyen népszínművek feldolgozása, és ne beszéljünk hát a foci csapatról természetesen, ami szintén nagyon fájlalt, mint aktív, azelőtt aktív focis, hát akkor ezeket szerettem volna. Azt, hogy hogyan valósítom, meg fogalmam nem volt, mert ugye önkormányzati bérkekben nem dolgoztam. Azelőtt mondom, közhivatalnoki státusból léptem át, úgyhogy azt, hogy milyen eszközeim lesznek rá, nem tudtam, csak annyit tudtam, hogy meg akarom ezt csinálni. Erről van szó. És akkor az elején kezdve az infrastruktúra, tehát a bányavallattól örökölt vízhálózati rendszer, az meglehetősen réginek bizonyult, mert 80-as évek elején, közepén lett lerakva. Azon esetlen minőségű vezetékekből, tehát folyamatos volt a vízhiba, a szolgáltatás, nem hogy akadott, gyakorlatilag hetekre, hónapokra meg is szűnt, volt rá eset. És akkor lassan elkezdtük ezeket a dolgokat kezdeni, amit mára, most már nem kis büszkeséggel mondhatom, hogy sikerült. Tehát a falu teljes hagyományos belterülete le van födve a víz és szennyvízhálózattal, kormányprogramokon keresztül, tehát pályázati rendszeren keresztül. Egyiket a 577-es, 97-577-es kormányhatározattal megszavazott kormányprogramon, a másikat pedig 2006-os 17-es kormányrendelettel. Na ez a két nagyobb mérő infrastruktúrális munka idén zárult le végérvényesen, mert hogy időközben eszközöltünk még egy hálózat bővítést is, amit szintén sikerült most már lezárjunk és átadni a regionális operatőrnek, üzemeltetőnek, ami a Sepsiszentgyörgyi Közművek. Időközben párhuzamosan ugye, hogyha nem lett ráfordítva anyagi, akkor a saját székhelyünk is meglehetősen rossz állapotban volt belül, kívül sikerült egy munkálatot elvégezni, hogy a külcsín rendben lett volna, a bárbecsel viszont sok baj, sok gond volt. Az is az első évek munkája volt, hogy a 1897-ben épített impozáns épületnek visszaadjuk azt a belső nagyságát is, és rendeltetés szerint. Ez a községházáról beszélt természetesen. Így van. Utána az iskola következett, amit, hogyan mondjam, azt is sikerült olyan szinten kijavítani, hozzáépíteni egy szárnyat, hogy most már bátran állíthatom, hogy megállja helyét a megye bármelyik tanintézményével szemben, és ezt külső szemlélők és szakemberek vélemény alapján is merem állítani. Egy generál teljes javítást végeztünk az óvoda épületén, sikerült azt is olyan szintűre hozni, hogy korszerűnek és minőségének mondható most már. Egy ravatalozóházat sikerült építenünk, még megboldogult Makovec Imre tervei alapján. Ezt nagyon kevesen tudják, hogy Árkoson is van munkája nagyhírű építésznek. Sikerült a temetőt elrendezni olyan módon, hogy most tényleg
látogatható, tényleg megadtak azt az ünnepélyes, megadtuk azt az ünnepélyes nagyságot, ami egy ilyen nyughelyet megillett. Ahogy ezekkel a munkálatokkal annyira haladtunk, akkor most már egy nagy projekt közepén vagyunk, ugyanis nekiálltunk most egyelőre a saját költségből aszfaltozni a község egyelőre főutcáit, és most a közelmúltban nyertünk egy pályázatot, amelyik szintén kormánypénzekből szeretnénk 7,2 kilométert leaszfaltozni a község mellékutcáin. 7,2? Igen, igen. Ez egy nagy szám, Árpád. Ez a mi szintünkön óriási szám. Persze. És anyagilag is természetesen meghaladja a lehetőségét, ezért örülök és büszke vagyok, hogy pályázati pénzből sikerül majd megvalósítani. És ott van nekünk az a bizonyos másik fájópont, a sportbázis, amely egy teljesen alapjaiból új, nagyméretű focipályát öltözővel sikerült kialakítani. Most lesz az avató mérkőzése a bajnokság kezdetekor, ami most a hónap végén vagy szeptember elején. És hogyha be tudjuk fejezni, mellette van egy szintén kormányprogramból egy kézilabda méretű műborítású pálya, szintén öltözővel, ami ugyanennek a sportbázisnak a részét képezi. Tehát Dióhéjban ezek voltak az elképzeléseim, és mellette ott van a megvalósítás, és hál' Istennek a másik oldalon, úgyhogy nem azt mondom, hogy hátradőlhetek, de azt mondom, hogy amit 2004-ben úgy megálmodtam, vagy elképzeltem, az úgy nagyjából sínen van, rendben van. Tudod, nem véletlen volt ez a legutóbbi választáskor, amikor hát végül is nem, neked úgysebb, te úgysebb fogod elmondani, de én elmondhatom, hogy fölényes, és mondhatnám azt is, hogy elsőbbről győzelmet arattál, de ezt én tudom, hogy te nem győzelemnek éled meg, Árpád, hanem annak a bizalomnak a megtestesülésének, ami téged ismerve is, és talán enged meg, hogy én is azt mondjam, hogy magamat is ismerve, a legesleg fontosabb, amikor az emberek, nevezzük talán validegeneknek is, de a jövőjüket, a bizalmukat, azt az ember kezébe helyezik. Ez a legesleg fontosabb, és azt hiszem, hogy talán a legesleg fontosabb célja a polgármester, vagy pedig bármilyen választott tisztségviselő életének és munkájának. Úgyhogy én majd a végén természetesen még egy kérdést föl fogok tenni, úgyhogy nem úszod meg azt sem, hogy a tervekről is beszélni kell egy-két szót, mert mindenképpen jövőd van itt, és én ezt nagyon komolyan gondolom. Kedves polgármester úr, most beszélni szeretnék egy nagyon fájó, tudom, hogy neked is fájó pontodról, mint ahogy sokaknak fájó pontjáról, az pedig a 2004. december 5-i magyarországi népszavazásról, amely a kettős állampolgárságról szólt, ha jól emlékszem, vagy valami hasonló címmel jelent meg, amit sajnos, ami érvénytelen lett, tehát a választópolgárok 50%-a nem ment el Magyarországon szavazni. Igaz, az elmenteknek az elsőprő többsége egyébként támogatta ezt az indítványt, de ti ott a határainkon túl, én meg sem kérdezem, mert tudom, hogy mennyire fájdalmasan éltétek ezt meg. És kérlek szépen, hogy emlékeztesselek az egy évre rá a következő, tehát 2005-ös túri vásárkor, te mondtál egy beszédet, akkor még a Szabadság téren volt a túri vásár rendezvénye, és akkor én azt a beszédet úgy éltem meg, hogy egy rendkívül keserű, egy rendkívül csalódott, és egy rendkívül szókimondó beszéd volt, olyan, amilyen te vagy. De akarsz erről néhány szót szólni, vagy ugorjunk át? Inkább nem, akarjál, kérlek. Nem zavar a kérdés. Annyit talán pontosítanék, hogy nem szoktam megőrizni sem a beszédeimet, sem a rögzített műsorokat. Így meg se próbálnám. Nem papírról nem beszéltél? Soha nem úgy beszélsz? Nem. Visszaidézni nem igazán tudnám a hangulatot, azt viszont pontosan tudom. Tehát csak emlékeztetül azoknak a fiataloknak, akik talán akkor nem értek, vagy nem voltak éppen nagykorúak, és nem értettek a politikához, ami amúgy nem is baj. Egyetértünk. Én is a politikusként kerültem ide, úgyhogy nincs azzal semmi gond. Nem is leszel az soha. Máté Árpád leszel mindig. Nem azzal volt gond, hogy emberek megsértődtek,
Nem azzal volt gond, hogy időszerű volt, vagy nem volt időszerű ennek a népszavazásnak a meghirdetése. Mert mindannyiról már rengeteg vita folyt, hasábnyi újságok, hasábnyi oldalakon vitatkoztak és értekeztek erről a témáról. Én most az erdélyi magyar szemszögéből mondanám csak, valóban úgy élték, úgy éltük meg, minthogyha picit úgy eltaszítottak volna a nyországi testvéreink magunktól. Árpád, ez lehet, hogy onnan is így látszott, de nem így volt. Ezt hidd el nekem, ebben én teljesen biztos vagyok. Sajnos itt egy olyan ellenpropaganda volt, hogy az ellen az emberek, az egyszerű emberek, akiknek nem volt kapcsolata a kintiekkel, mert nagyon sokan voltak ilyenek, meg vannak ma is, akik nem tudták, hogy ott kint milyen emberek élnek. Azok megijedtek attól, hogy itt majd, idézem, 27 millió román fog ránk zönleni, és majd elveszi a kenyerünket, a munkánkat, és íme itt van, hogy majd migránsként jelennek meg Magyarországon. No, csak egy picit akartam segíteni neked. Rendben van, de egyébként mi ezt ketten pontosan tudjuk, és már annak idején is megtárgyaltuk ezt. Egy párszor. Igen, és nagyon udvariasan kerültük a témát, inkább, mint hogy ebből kettőnk között bármilyen fajta nézeteltérés és vita alakuljon. Kettőnk között nem is lehetett ebből Árpád sem. Nem. Igen, mi hajlamosak vagyunk, és nem csak mi, általában az emberek vagy a társadalom nagy hányada hajlamos az általánosításra, és nem csak itt, bárhol. És nagyon könnyen lássítjuk a bélyeget, hogy aki mondjuk, tegyük fel, meleg tagú nélkül vagyunk, meleg szimpatizáns, akkor rögtön lássítjuk az illető jelzőt. Hogyha egy baloldali megfogalmaz egy véleményt, akkor rögtön lekomcsizzuk. Így van. Ha egy jobboldali, akkor rögtön leszélsőjük. Lenácizzuk. Rögtön lenácizzuk, így van. Én azt hiszem, az, amit elmondtam, hogy mit éltünk meg akkor ott kint, és nem csak mi, hanem a többi elszakított ország részben élő magyar közösségek úgy szintén. Bizony. Az tény. Tehát az a nem, az annyira súlyos volt, hogy gyakorlatilag az akkori és az akkori baloldal és azoknak az örökösei is nagyon-nagyon nehezen tudják lemosni. Én megkockáztatom, hogy nem is nagyon tudják jóvá tenni, ameddig ez a generáció él és döntéshozó szerepben van. Döntéshozó szerepet érzem én értelmi szavazati jog alatt. Most itt ismét van egy olyan dolog, amiben érdekes módon mind a ketten egyetértettünk. Tehát ezzel a bizonyos szavazati joggal most nem akarok ebben mélyebben belemenni. Nagyon körültekintően kellene csak erről beszélni, és ezzel felruházni bárkit is. Ezzel lehet, hogy kihívom azoknak az embereknek az ellenszenvét, akik tűzvíz élnének szavazati jogukkal. A gond csak az, hogy előbb talán tudatosítani kellene a szavazópolgárban azt, hogy mi az a döntésnek a súlya, amit ezzel ő meghoz. És mivel, hogy önkormányzati vezetőként azt látom, hogy a saját berkeinkben, a saját életünkben, a saját társadalmunkban sem látunk tisztán, akkor nagyon félő, hogy könnyen politikailag manipulálhatóvá válik egy teljes réteg, egy teljes társadalmi réteg. Most mondom, erről nem szeretnék bővebben értekezni, de ezt én így látom. Szentimentálisan mondom, biztos, hogy kihívom az ellenszévét sok embernek, de ezen érdemes elgondolkozni. Árpád, kedves, látod, most például, ez nem az a műsor, amikor vitatkozunk kellene, de most mégis az kell, hogy mondjam, hogy a döntéshozók, amin valahol nekem visszás, hogy éppen ezt a különbözőséget a törvényben biztosították, mert hiszen a kinti határokon túli magyarságnak a szavazatai végül is csak az országos listán, a csakot idézőjelben mondom, csak az országos listán érvényesülnek, ugye mivel nincsen helyi magyarországi nincs akkor lakcím, a súlya, mint amennyire lakcím. Nincs akkor a súlya, mint amekkora, de mégiscsak van. Tehát magyarul egy mandátumról, maximum kettőről tud dönteni. De az az egy vagy két mandátum is rengeteget jelenthet, de ez most engem speciál teljesen hidegen hagy, viszont a gesztus értéke, az, hogy a román ne tudja azt mondani nektek, amit ki se akarok ejteni egyébként, mert annyira gyűlölöm ezt a szót, hogy
De csak kimondom, hogy bozbor. Tehát ezt azért, szóval innentől kezdve ez a fogalom, hogy teljes egészében aktualitását vesztette, mert ezáltal már nem mondhatja, és ti is mondhatjátok azt, hogy nolám. Ha más értem, én nem lehet engem megvádolni azzal, hogy ennek a kormánynak különösebben híve lennék, mert a hibákat is látom. De el kell ismerni, hogy amit jól csináltak, azt jól csinálták. És ez a ti szempontotokból is, a mi szempontunkból is, akiknek jelentenek a határon túli magyarok, nem keveset, hanem sokat, azoknak ez jó érzés volt. Előtte talán tudatosítani kellene, hogy mi az, amiről dönt. Ennyi? Tehát nincsen nekem bajom, örülök neki, valóban egy bizonyos fajta erkölcsi jóvatétel, oké, rendben van minden. Amúgy az, amit mondtál, az a gyönyörű szép román szó. Igen. Az volt a szomorú egyébként a 2004-es népszavazásban, hogy főleg az az értelmiségi réteg, ami rálátott erre, vagy felmérte a súlyát, rögtön Karel Vendrén azt mondta, hogy na látod, nekünk na, sem kelletek. Árpi, de rengeteget rohan az idő, és én tudtam, hogy ez lesz. Kérlek szépen, mint kinti határainkon túlélő magyar politikus, én mindenképpen szeretném, hogyha tudnánk beszélni az Erdély, hát annak a bizonyos három magyarnak, hát Erdély függetlenségét azt hagyjuk meg. Egyáltalán a Trianonról is szerettem volna néhány szót váltani vele, de most tényleg nagyon elrohant az idő, de ugorjuk most azt a történelmi traumát túl. Árpi, a jelenlegi helyzetben milyen esélyét, milyen lehetőségét látod a Székelyföld, inkább így, hogy mondjam, Székelyföld önállóságának, autonómiájának, valamilyen autonómiának, inkább ezt mondanak a bizonyos három, tehát Kovászna, Maros meg, segíts kérlek, Hargita megye elszakadásának, vagy nem elszakadásának, ez csúnya szó, önállóságának. Hogy tudjuk azt mi elképzelni, hogy Románia mai közigazgatási Románia kellős közepén ott lenne egy ilyen, nem tudom mi. Enklávé. Legyen az enklávé, de ahhoz folyosó kéne. Tehát azt én benne vagyok, hogy legyen folyosó, mert akkor könnyebben tudom közlekedni, de na mindegy, ez egy komolyabb dolog annál, de tényleg kívülről hogyan látszik ez, hogyan gondolkodtok erről, mert hiszen tudom, hogy az RMDSZ megbesült, és hát a hallgatnak a szabadra tagja vagy. Nem igazán, mert hogy ha úgy veszük, hogy hagyományos értelemben nem minősülök pártkatonának. És nem is elvárható tőlem, aki ismer, azt tudja, hogy egyértelmű. A véleményemet mindenképpen megfogalmazom. Igen. Az autonómia ügyben, az ilyen jellegű autonómia ügyben is megvan a magam véleménye, és nem is habozok kinyilvánítani. Van egy szentimentális eredetű elképzelés, ami, ugye, ahogy mondtad, a valamikori háromszék, Hargita megyét és Maros megye egyik részét foglalná magában. Ez még a 68-as megye reform előtti hát állapotok. Ez a bizonyos Székelyföld, azért mondom, az inkább szerintem, mert ilyen formában különálló, mint különálló Székelyföld nem volt a közelmúltban. Értem. Tehát még a megyesítéskor sem. Uh-huh. Most itt valóban nehéz elképzelni, hogy az ország közepén egy 2,5 megyéből álló, gyakorlatilag önálló státusú területrendezési egység jön létre. És én ennek inkább a hátrányait látnám, nem az előnyeit. És azt is elmondom, hogy miért. Az a szó, amit az előbb említettél, hogy bozgor, az szinte köznapi rendszerességgel forog a románság száján. És hogyha tegyük fel, létrejöhetne ez a területrendezési egység, az adminisztrációs egység, az a Székelyföld, akkor az én olvasatomban az ezen kívül rekedő, amúgy is, most is szorványban élő magyarság sorsát, mint olyan, még tartok attól, hogy teszi. Vagy meg is pecsételjük, hogy... Figyelj, nem is gondoltam rá, Árpád, teljesen igazad van. Mert most, hogyha azt mondják, hogy menjünk Magyarországra, hogyha magyarul akarunk beszélni, vagy akarjuk használni a közösségi jelképeinket, zászlóinkat, feliratainkat, mint olyan, akkor arra legyintünk, hogy Magyarországra azért minket ne küldjetek, mert hát gyakorlatilag mi nem ott születtünk, mi szeretjük Pannóniát, de ezt a részét, ahol születtünk, mi itt akarunk élni, tehát ne tessék minket átküldeni Magyarországra, mert nem ott akarunk élni, ilyen egyszerű. De ha létrejön egy ilyen Székelyföld,
akkor azt mondják a Szilágy megyei és Partiumi és Temes megyei magyar embernek, hogy ha nem tetszik az, ami itt most mi számodra biztosítunk, akkor tessék oda költözni az ország közepébe, ott van egy székelyfő. Ott majd használhatod a nyelvedet, ott majd használhatod. És mit csinálunk? Mi a saját kezünkkel kiürítjük, elnéptelenítjük még a ma szorványban létező magyarok lakta területeket is. Lehet, hogy nincs igazam, de én ezt így képzelem el. A másik óriási nagy hiba, hogy nem volt egyeztetve a romásággal. Mert azt tudni kell, hogy Háromszéken, és főleg a Bodza vidékén, de most már nem csak ott, hiszen Sepsiszentgyörgy jó egynegyede is román ajkú. Az első lépés már mindenképpen legyen. Az kellett volna legyen, és talán még nem késő, hogy megkeresni a románság képviselőit, és megmagyarázni nekük, hogy mi az a bizonyos autonómia, és mitől jó nekük. Nekük elsősorban. Mert elég egy renites hangadó, mint a, ez a Hargita és Kovász nemegyei románok civil fóruma, ami volt belügyesek által vezetett, fenntartott sajt gyakorlatilag, aminek semmi létjogosultsága nincs, és mai napig is azt hajtogatja, hogy el vannak a románok nyomva, asszimilálva vannak a Székelyföld területén, és hogy jogaik csorbát hiány szenvednek. Ezeket nagyon szépen el lehetne fegyverezni, de én engedtessék meg nekem, hogy én Erdély szinten gondolkoznék, és nem Székelyföld szintjén. Még annak kockázatával is, hogy akkor csak kisebbségben, mert azt tudni kell, hogy, és nem csak most, hanem Erdélyben gyakorlatilag a románság jó többséggel bírt, már a múlt század elején is, nem csak most, tehát ez egy, nem egy új keletű dolog. Hogyha meg lehet értetni békés úton az erdélyi románnal, hogy gyakorlatilag mi Bukarest játékszereként másodrendű állampolgárok vagyunk, mint olyan a románi területen, és ez bizonyíthatóan számadatokkal lehet igazolni, akkor talán látnék rá esélyt. Így csak generálni lehet bizonyos társadalmi feszültségeket. Soha nem fogja elfogadni az a román ember, aki most már harmadik generációsként Sepsiszentgyörgyön született, hogy ő egy akármilyen államközi döntés, vagy államon belüli döntés alapján kisebbségi helyzetbe kerüljön. Annak ellenére sem, hogy az előbbi gondolatom visszatudhatja csak egy gondolattal a Hargita és Kovász nemegyei románok civil fórumára. Tehát ha csak Sepsiszentgyörgyöt megnézzük, a legnagyobb főutcai román személyiségről kapták az elnevezésüket. Az intézmények nagy százalékában román vezetők vannak, és hagyományosan román vezetők vannak. A megye területén indokolatlanul sok katonai egység, belügyes egység, és ennek a dekoncentrált intézményeknek a szervezetei vannak. Tehát gyakorlatilag semmilyen potenciális veszély őket nem fenyegetni, még akkor sem, hogyha sikerülne egy ilyen státust kiharcolni. És még engedd meg Árpád, hogy hozzátegyem, és csak erősíts meg kérlek, hogy a közigazgatás különböző fórumain, ami nálatok is megvan, tehát megyei vezetés szintjén, legyen az akár közigazgatás, akár a közrend, vagy a közbiztonságnak a vezetői is, szintúgy románok. Nagy részt, bocsánat, inkább ezt, hogy mondjam, hogy nagy részt, az én tudomásom szerint innen. Van ez az intézmény, az úgynevezett prefektúra, ami a francia jogrendből lett kölcsönvéve, gyakorlatilag az állam megyei szintű helytartóját, a prefektust jelenti a hozzátartozó apparátussal együtt, amelyik hatáskörébe tartoznak a dekoncentrált intézmények, mint vízügy, építési felügyelőség, munkaügy, stb. Igen. Na most ezeknek a vezetői nem mind román, de a prefektúrán, az egyértelműen, hogy nem csak hogy a prefektus román, hanem az alkalmazottak és a vezetőség nagyon nagy hányada. Tehát egyszerűen úgy lett kitalálva, hogy mindenfajta próbálkozás kezdeményen és jogilag helyből már meghiúsítani, és ha nem, akkor pontosan felügyelni. Tehát ez arra szó, arra való ebben a pillanatban. Tehát én más egyéb hasznát nem látom. Polgármester úr Árpád, én megdöbbentem most, mert látod, aki nagyon sokat gondolkodik és sokat beszélget különböző helyi politikusokkal erről a témáról is többek között,
De látod, ez az érv, amit te most itt kapásból mondtál, és számomra egyértelműen eldönti a kérdést, ez eszükbe sem jutott. Hogy mi van azokkal, akik ezen a bizonyos területen kívül maradnak. És arról viszont megint csak fölösleges, mert azt gondolom nem szándékosan, de nem tetted hozzá, hogy Erdélyt nem Magyarországhoz csatolva képzeled el, hanem Erdély független önálló politikai és jogi státuszban Európa egyenlő országaként tudod elképzelni, mint ahogy a történelmi múltja predesztinálja erre. Pontosan. És tudomásul kell venni, hogy ezen a területen bizony ott él 8 millió román, 2 millió cigány, 1,5 millió magyar, százokat is még meg lehet említeni nagy de hát ők jó részt már eltávoztak Erdély területéről, de még mindig vannak, hiszen éppen az államelnök úr is száz gyökerekkel rendelkezik, ugye, igen. Johannes úr. Tehát Árpád, és csak azért mondom, hogy szeretném, hogyha visszakerülnének azok az ábrándozások, amiket sajnos én is hajlamos vagyok néha ezekbe beledőlni a valóság talajára. És annyit szeretnék ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy az Európai Uniós csatlakozásunk, azért könnyített ezen a helyzeten, mert könnyebb átmennünk a határon. Mert az áruk, az munkaerő, az emberek, a barátok könnyebben tudnak a határokon átmenni, hiszen észre sem vesszük majdnem, még van Schengeni ellenőrzés, de észre sem vesszük szinte a régi módszerekhez képest. Ez, én azt hittem naív módra, hogy ez megoldja, vagy legalábbis enyhíteni fogja ezt a problémát. Te ezt hogy veszed észre ott kint élve, és a közéletben élve, és úgy, hogy a pályázatokat magyar polgármesterként kell leadnod, és a prefektúrával magyar polgármesterként kell kapcsolatot tartanod, és egyáltalán magyar emberként kell kint létezned a román tengerben? Nem jelent gondot. A kommunikáció, a helyhatóság bármilyen fajta szervezetével nem jelent gondot. Tehát, ha egy pályázatot le kell tenni, ha román nyelvek jelent, akkor román nyelvet tesszük le tenni, az semmi gond nincs ezzel. Amit az uniós csatlakozásra utaltál, hogy könnyebb a határok átjárhatósága, ilyesmi. Egyetem. És más egyéb gondoknak a megoldása. Egyértelmű előnyt. Éppen a kisebbségnek a pozitív diszkriminációja, amely nem valósult meg, vagy hát legalábbis hiányt szenved mindenhol. Nem csak itt, máshol is. Mégis nem látom a kisebbség pozitív diszkriminációját. Ezért mondom. Azt nem látom. Az, ami az uniós előnyökkel járt, sokkal inkább azt látom, hogy a kommunikáció, az utazás, a mozgás lehetőség hatványozottan megkönnyebbedését. A terület és az állategyedalapú támogatást már, azzal már vannak fenntartásaim, mert hogy annak azért cserébe azért sok minden piacfüggetlenséget feladtunk, tehát azért azon már elgondolkoznék. És nem csak otthon, hanem itt is, egy magyar bánhegyesi, ugye testvértelepülés magyar bánhegyes, igen. Magyar bánhegyesi ember gyakorlatilag ott nézi a dinnyét rohadni a föld célén, már nem képes eladni. És most nincs kihez fordulni, gyakorlatilag nincs akinek azt mondani, hogy rendben van, de hát én megtalálnám a nekem megfelelő szabad piacot, csak hát nem akarok a Stadlejóska sorsára jutni, aki megkereste az orosz piacot, de hát pont azért vágtak homlokon, vagy nem. Mindegy, annyira nem vagyok benne otthon, de én ezt így látom. Tehát a beáldozásnak a mértéke, azt úgy gondolod, Árpád, hogy nagyobb volt, mint a nyereség? Vagy legalábbis pariban nem van tudom, a kettő? Valahol ott van a kettő, szerintem. Két serpenyőnek tesztük, valahol ott billeg. Tehát mondom, a gyakorlati haszna, és mindig attól féltem, hogyha üzletben vagy valami lehetőségben azonnali haszon néz ki, annak mindig a háta mögé kell nézni. A sok jó és a sok előny mögött többnyire van valami ilyen szinten, amit politika diktál, nem az ember-ember közti kapcsolatokra gondoltam, mert annak nem nézném a hátát. Maradjuk úgy, gyermek, úgy fogadjuk el az ajándék, hogy ne nézzük, hogy miért kaptuk. Árpád, nálatok kint, és így kell, hogy mondjam, nálatok Romániában. Van egy, ha jól emlékszem, a pontos nevére talán a korrupció ellenes ügyészség, ugye? Vagy igen. Pontosan nem tudom ezt, hogy hogyan van, de volt olyan, hogy minisztereket vittek el majdnem, hogy a Bársony székéből. Sőt, ha az emlékeim nem csalnak, akkor még magyar származású minisztert is állítottak föl korrupciós váddal. Igen, volt. Árpád, ennek Te hogy látod, ennek van valami visszatartó ereje? Vagy valami értelme, hogy ez működik?
Mint kint élsz, és te tudod, te látod. Én csak innen a azt, hogy szimpatikus részét persze. látom. Nem tudom ki értékelni én a nyomozóhatóság, mert gyakorlatilag oda tartozik a korrupció ellenes nyomozóhatóság, vagy igazgatóság is. Gyakorlatilag nem tisztem, meg nem is vagyok abban a helyzetben, hogy véleményt mondhassak, arra már nem látok bele. Azt viszont megtapasztaltam, hogy vannak olyan tendenciók, olyan próbálkozások, hogy valakire ráfókuszálni, és ilyen módon, ha nem levenni a sok talarra, akkor legalább hiteltelenítani valamilyen szinten. Ott van például a csíkszeredai polgármester, vagy a Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki gyakorlatilag mondva csinált feljelentés vádak alapján, nem vizsgálati fogságba helyezték, csak nem csukták le, csak idézőjelben mondom, mert ott elég egy éjszaka, és nem kell több, hogyha ártatlan vagy. És sajnos, hogy ezt látom, hogy nem azt mondom, hogy belekerült a szórásba, mert az egy rossz szó ebben az esetben, de bizony olyan emberek is kerültek a célkeresztbe, akik szándékosan lettek célpontok. Nem a nyomozás felgyengítésével kerültek. Értem, Árpád. Értem. Most mondom, nem szeretném pártatlansággal megvádolni, mert nagy hiba lenne, hogyha utólag az ellenkező igazodik be. Tehát jogászként mindenképpen azt mondom, hogy ha valaki ki akarnak vizsgálni, akkor ki kell vizsgálni, mert végül is az a dolguk, hogyha mindez nem parancsra működik. Árpi, a mi két településünk, Árkos és Mezőtúr 25 esztendeje írta alá ezt a megállapodást. Igaz, akkor még a hárommal, de mindegy, mert utána amikor ti szétváltatok, akkor megállapodtunk szintén is. Árpi, azt szeretném kérdezni, legelőször is, nem is tudom, mivel kezdjem, mert itt annyi minden kavarog a fejemben, legelőször is azzal szeretném kezdeni, hogy akkor azzal kezdjük, hogy Árpi, megérte, hogy látod a volt ennek a testvértelepülési kapcsolatnak. Ami 25 év, azért az már 25 év. Volt értelme? Jelentett nektek? Mi tudom, hogy nálunk mit jelentettetek, de nálatok jelentett volt valami értelme ennek a mi együttműködésünknek, a két település közti együttműködésünknek? Természetesen itt, hogyha a székely ember pragmatikus, gyakorlatilag szemszögével nézzük, akkor azt mondom, hogy hozadéka a testvértelepülési kapcsolatnak mindenképpen volt, van. Ne felejtsük el, miből indult. És ne felejtsük el azt a súlyat, amit tegnap is elmondta, amikor a jubiláló köszöntés elhangzott, hogy amikor leülünk a terített asztal mellé, akkor úgy jó, hogyha az egész családot van. Nekünk van még három testvértelepülésünk Mezőtúron kívül, mind a háromban nagy szeretettel és nagy örömmel megyünk. Mezőtúr egy picivel többét, most nem hazabeszélek, ismersz, hogy nem udvarolunk. Persze. Picivel több, és pont ettől több, hogy van egy ilyen plusz érzelmi töltete. Egyrészt az, hogy most például az államalapítás napján vagyunk, és ezzel az alkalomból lehetünk itt közöttetek. És ha képletesen fogalmazhatnék, akkor ott ülünk a nemzetasztalánál mindannyian. Felvidékiek, délvidékiek, erdélyiek. És persze mások is, mert ott vannak a lengyel barátaink, német barátaink. De ezeknek a Sepsi-Kőrös-Patak-Kálnok, Árkos, Sárosfa, Törökbecse egy óriási pluszt jelent. És pont az, amiért annak idején elkezdtétek, hogy azt a bizonyos szálat kicsit íreljük meg jobban, vastagítsuk és erősítsük, és azt a kapcsot kicsit tegyük szorosabbá. Most azt mondom, hogy elszakított ország részek, mert hogy gyakorlatilag egy ország testet hozunk létre ezzel. Legalábbis képletesen, fejben, szellemiekben. Ez a legfontosabb, amit látok. Tehát amit ti elkezdtetek 1992-ben, és tegnap elmulasztottam megköszönni, mert hogy végül is nagyon kevés ember volt jelen azok közül, akik annak idején elkezdtétek ezt a gyönyörű kapcsolatteremtést, és túl hosszas lett volna megköszönnöm Dr. Bogdán Piroskától és a körülötte lévőktől, tehát jelesül tőled, Répási abból volt alpolgármestertől a napjainkig, akik éltették és továbbvitték ezt a kapcsolatot.
Az, hogy mit jelent külhoni embernek a testvértelepülés nagy téve. Nem tudom másképp megfogalmazni. Tehát mi nem úgy jövünk ide, hogy elmegyünk Európa bármelyik nagyvárosában, ide úgy jövünk, hogy hazajövünk. 25 év, hát természetesen, hogyha mondjuk Frigyről van szó, kezdős lakodalom, hát az egy óriási nagy dolog. Ebből 13 év gyakorlatilag az én aktivitásom is, hogy erre büszke vagyok és boldog vagyok, hogy részese lehettem, és itt lehettem, és tovább vihettem ezt, amit annak idején elkezdtetek. És azt hiszem, hogy nem, hogy itt az ideje sikerült is elmélyíteni, mert lásd, ott van a testvériskolai kapcsolat, amit létrehoztak a Kossuth utcai iskolával, a Dr. Gali József iskola között és a Kossuth utcai iskola között. Bocsánat, hirtelen most sok az érzés, de hát... Megértjük általában. És úgy látom, hogy ez azért úgy elmélyülni látszik. Az az oldala is szép volt, amikor ember-emberek közti kapcsolatokra lebontódott, és azt sajnálom, hogy valamilyen okból nem sikerült úgy fenntartani továbbiakra. És nem tudom, hogy mi volt ennek az oka, hogy gyakorlatilag egy busznyi ember érkezett ide, vagy érkezett Árkosra. Nem tudom, ezen még agyalhatunk későbbiekben, mert az is egy szép dolog. Amikor tényleg úgy jön, hazajött a testvérem, hazajött a barátom. Amit én ígérhetek, és amit szeretnék, hogy ezt a kapcsolatot legalább ilyen szinten fent tudjuk tartani. Azt nem mondhatnám, hogy idők végezetéig. Tegnap átadtam egy festményt polgármester úrnak, egy Bíró Melinda által készített üveglapra olajfestmény, MS Álma. Most mondtam, hogy nekem is van egy álmom, hát azt nem mondtam el végig. Azt mondtam, hogy olyan legyen a kapcsolat, hogy csodájára járjanak. Nem ezzel akartam zárni, de nem mondtam a nagy közönség előtt. Van nekem is egy olyan álmom, hogy amikor a szép nagy terített asztal mellé leülünk, akkor mindenki azt mondja, hogy egy ország, egy haza. Azt szeretném megkérdezni tőled, és hogy kérlek, te mondd el, hogy mi mezőtúriak, amikor elmegyünk oda hozzátok, akkor mi mindennel tudunk találkozni, mert ezt én lelkelem mindegyik mezőtúri barátomnak, hogy ott azzal ennek a mi testvértelepülésünknek, és hogy mondjam így, hogy településeinknek, a helyzete, a földrajzi helyzete azt a Jóisten is annak teremtette, hiszen a Csíki medencétől és a Maga csodáitól, a Gyergyói medencé és a Maga csodáig, a Hargitáktól és a Maga csodáitól, és utána le lehetne menni még Brassóba, Törcsvárra, és sorolhatnám még a környéknek a nevet, akár Sepsengyörgyöt, akár Kovásznát, akár Zágont, akár Csomakörös, tehát környéketeken annyi látnivaló van, hogyha valaki oda beteszi a lábát, akkor túl azon, hogy hozzátok megy, egy hétig vagy kettőig, egy nap nincs úgy, hogy nem unatkozik, és nem tudja a Magyarország nagyjainak és természeti szépségeinek a nagyját megnézni. Ezt úgy gyorsan összefoglaltam, úgyhogy innentől kezdve nem tudom, mit kell megkérdeznem, de kérlek szépen legalább erősíts meg, Ápi. Jól látom én ezt a dolgot? Nektek ott egy isteni jó helyzetetek van, és nekünk is, hogy mehetünk hozzátok. Igen, hát azt mondtad, hogy én vagyok hitelesebb. Nem vagyok én erről annyira meggyőződve, mert sokszor elszégyellem magam, és nem is habozom ezt kinyilvánítani, hogyha közös ismerőseink kell beszélgettünk és szóba kerültük, teljes Patkós Évi képviselőasszony, hogy bizony helyi embereket megszégyenítő helyismerettel és történetudással vagytok annyira felvértezve, hogy bizony eltörpülünk mi helyek is mellettetek. És ezt vedd úgy, ahogy pontosan tudod, hogy így van. Tehát nálunk, igen, valamit látni, hát 400 méteres szintkülönbség van a községben, hogyha geológiára nézzük, vagyis a földrajzi adottságainkat nézzük akkor is, tehát 515 métertől 990 méterig minden van gyakorlatilag. De hiszen ott van a Baróti-hegység a másik oldalon. A hegység lába, igen, gyakorlatilag ott van kimerítő geológiai, régészeti tudást lehet bővíteni. Rengeteg, hogy mondjam,
nagy ember született környékünkön. Rengeteg történelmi eseménynek volt színhelye, Arkos és környéke. El kell jönni, meg kell tapasztalni. Mindig szoktam mondani, hogy arra jönnek, hogy nyissátok a szemeteket, de főleg a szíveteket. És tudod, hogy miért mondtam pontosan? Tehát ott van Sepsiszentgyörgy mellett az Epres tető. Rengeteg olyan dolog, ami hogy nem tudok elfogultság nélkül beszélni, már azért élek ott. Hát sajnos én sem. De hogy sajnos, hála Istennek én sem. És az a rengeteg élmény, amit ott tőletek, és nem tőled csak Árpád személy szerint, hanem bizony az ottani barátainktól kaptunk, hidd el, hogy az rengeteget jelent. Tehát amit nem tudtunk igazán forintra, fillére váltani, mert ez nem lehet. De az az érzés, az mindenél és mindennél többet jelent. Meg az is az az érzés is, amiről most beszéltünk. Kedves polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Régóta készültem erre a beszélgetésre, tudtam, hogy nem lesz egyszerű, tudtam, hogy fölkavaró lesz. Kedves nézőink is észrevették, gondolom, és ezt nem szégyellem, nem szégyeljük, mert ezt másként ezt nem lehet. Ez csak így. Nagyon szépen köszönöm, hogy időszakítottál Árpád, és kívánok neked, mint magánember, nagyon sok boldogságot, jó egészséget, még vagy 3-4-5 dant, nem tudom, hogy mennyi kell, majd amennyit hoz a Jóisten, és amennyit enged, vagy a mindegy a fennebb való, vagy a szorgalmad, vagy az élethez hozzáállásod, és én nagyon tisztelettel arra kérlek téged, hogy azokat az álmaidat, amiket eddig sikerült megvalósítanod, azokat a terveidet, mert az álmok azok hussanhatnak, de azok a terveidek, amik benned vannak, mert tudom, hogy jó része a kisközségednek a gyarapodását szolgál, ezeket valósítsd meg. Ahogy ismerlek, az erőd megvan, az elszántságod megvan hozzá. Kívánok hozzá mindent, ami még ahhoz kell. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Dalnokat amúgy nem szeretnék halmozni. Anyagiakot sem. Azt mondtam, hogy élhető és szerethető községet szeretnénk, hogy legyen Arkosból. Ha lesz hozzá erőm, meg lesz hozzá a csapatom és a kitartásom, ezen szeretnék dolgozni a továbbiakban. Nem tudom, mennyibe fog sikerülni. Szerintem jó az út, amelyiken járunk. Meg vagyok győződve, hogy még van tennivaló bőven, lesz hozzá alkalom, lesz hozzá erő is befejezni az elkezdett munkákat. Köszönöm szépen. Tiszta szívből kívánom, hogy így legyen Árpád. Jó munkát, jó erőt, egészséget. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, nagy tisztelettel köszönöm kedves figyelmüket, kedves hallgatóknak is természetesen. Műsorunk véget ért. Ez a kapcsolat, ez a barátság nem. És köszönöm, hogy belünk voltak. Kedvicsokon, viszont hallásra.